Szia! Erdély Balázs vagyok, sportmászóedzőként és oktatóként dolgozom. Ebben a videóban néhány alapvető mászócsomót szeretnék bemutatni neked. A visszafűzött perezcsomóval rögzítjük a kötelünket a beülőhöz. Készíts egy 8-as alakú fület a kötélre úgy, hogy a csomón túllógó kötél nagyjából egy karhossznyi legyen. A kötél végét fűzd át a bekötési pontokon párhuzamosan az összegzővel. Ezután vezesd visszafelé a már megkötött csomód mentén a kötelet. Minden mászócsomónál rendkívül fontos a kirendezettség és a terheletlen kötélszár minimum legyen a kötél átmérőjének a 10-szerese. Következő a szembefűzött perezcsomó. Ezt a csomót kötélgyűrűk végtenyítésére használjuk. Csinálj egy 8-as alakú fület a kötél egyik végén. A kötélgyűrű másik végét szemből párhuzamosan vezesd a már megkötött csomón. Következő a szembefűzött heveder csomó. Ezt a csomót szintén kötélgyűrűk végtelenítésére használjuk. Nagy előnye, hogy jóval kevesebb kötelet vesz fel maga a csomó. Hogyha laphevedert vagy csőhevedert vásárolsz, szintén csak ezzel a csomóval végteleníteted. Csinálj a kötélgyűrű végére egy sima csomót. Ugyanúgy szemből párhuzamosan vezesd a kötél másik végét a csomón, mint a szembefűzött perecnél. Ha hevederből csinálod a csomót, nagyon figyelj a párhuzamosságra, a heveder lapjai ne legyenek megtekeredve. A végén figyelj a kirendezésre. A dupla halászt a pruszik zsinór megkötéséhez használjuk. Fontos megjegyezni, hogy a kötél, amiből a pruszikot készíted, a mászáshoz használatos köteled átmérőjének a fele legyen nagyjából. Visszafele dupla hurkot készíts, és ezeken vezesd át a kötél végét. A csomót hagyd lazán, mert szemből a kötélgyűrű másik végét át kell fűzni rajta. Megkötés után jól húzd meg a szálakat. Akkor jó a dupla halász, ha meghúzás után a csomó egyik oldalán párhuzamosan futnak a szálak, míg a másikon két egymásba csúszó X-et látsz. A szorító 8-ast standoláshoz és rögzítéshez használjuk. Csinálj két hurkot, ügyelve arra, hogy az egyik hurkon a kötélszár elől, a másikon hátul fusson. Ezután csúsztasd egymásba a hurkokat, és akasd bele a karabineredet. A félszorítót biztosításra használjuk. Kis probléma vele, hogy térben töri a kötelet, ezért eléggé macskásítja azt. Ugyanúgy, mint a szorító 8-asnál, készíts két hurkot, de ebben az esetben fordítsd őket szembe, és így akasz bele a karabiner. A lapos csomóval a magnéziázsákot kötjük fel derekunkra. Csinálj egy sima csomót, amire a másik sima csomót pont fordítva kösd meg, mint ahogy tennéd. Nagyon fontos tudnod, hogy az itt látott technikák elsajátításához nem elegendő ezt a videót megnézned. Ha komolyan érdeklődsz a sziklamászás iránt, sziklamászó tanfolyamokon megtanulhatod a szükséges alapokat. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, kövess minket Facebookon és Instagramon, vagy iratkozz fel YouTube csatornánkra. Addig is legyél minél többet a szabadban!